Örülök, hogy itt lehetek, amikor igazgató úr a Városliget új végpályáról beszélt, akkor én is meg kellettem felidézni magamban azokat a középiskolás emlékeket, amikor a baráti társasággal megfordultunk itt a műjégpályán, és voltak közte fantasztikus pillanatok, voltak közte nagy esések. A hátrafelé is a páston tudok jól közlekedni, a jégen annyira nem. Viszont nagyon nagy örömmel és szeretettel gondolok erre vissza, mint szerintem nagyon sokan budapestiek, szerintem nagyon kevesen vannak, akik elátogattak volna rá egyszer ki a műjégpályára, és próbálták volna magukat ki a jégen. Tettem ezt én is. Természetesen nekünk olimpiai bajnokoknak amellett, hogy Magyarországot, hazánkat és egyébként a fővárosunkat is, én budapesti vagyok egyébként, képviseljük, amellett feladatunk az is, hogy a sportnak a hírét itthon elvigyük, népszerűsítsük, közelebb hozzuk az emberekhez, érezzük mi is azt a trendet, hogy ma már a gyerekek, a fiatalok, vagyok, az idősebbek nem maguk mennek kell sportolni, hanem a sportot kell oda vinni hozzájuk. Az egyesületek is, mint az én egyesületem, a Vasas is törekszik mindig arra, hogy elvigye az iskolákba az edzéseket, bevonza a gyerekeket, ne csak helyet adjon a sportnak, a sportolásnak az egyesületben, hanem tegyen is azért, hogy minél többen, több mindenkivel megismertethesse a sportágat. És örülök annak, hogy más intézmények, más sportegyesületek, közösségek is így tesznek, nagyon fontosnak tartom ezt, és gratulálok a fővárosnak, hogy 2019-ben elnyerték ezt a most már nagy hagyományos és fantasztikus címet, és sok sikert kívánok ennek a programnak a megrendezéséhez is, amihez nagy kedvet kaptam magam is egyébként így hallva, nem csak az olimpiai járat miatt, illetve a többi rendezvényhez is, és azt gondolom, hogy ha sportról van szó, hogy embereket szólítanak meg ezzel, aminek nagyobb közösségeket igyekeznek behozni integrálni a sport által, akkor ez mindenképpen sikeres lesz, és ezt kitartást kívánok.